Itt a mindennapok ritmusa, a vonal túlsó végén pedig Gulyás Roland, a Dal 2018 egyik résztvevője, versenyzője. Szia! Szia! Beszélgessünk egy kicsit rólad. Úgy tudom, hogy részt vettél tavaly az X-Faktorban is. Ez volt az első ilyen tehetségkutató versenyed? Ez így van, tavaly részt vettem az X-Faktorban, viszont csak a tábornak a második fordulójáig sikerült eljutnom. Ott a székes feladatnál sajnos kiestem, viszont amint kiestem, tudtam, hogy ha lesz újra X-Faktor, én biztos indulni fogtam. És milyen zenei stílusok azok, amik közel állnak hozzád? Mi az, amit szívesen játszol vagy énekelsz? Igazából ezt két részre osztanám. Az én személyes stílusom, amit én szeretek hallgatni általában, az a klasszikus zene. Nagyon-nagyon szeretem Mozart és Bachot, illetve romantikát is nagyon szeretem, Liszt, Ferencet, Chopint. Viszont amit szeretek énekelni és előadni, azok inkább egy populárisabb vonal. Nagyon szeretem például a régi rockokat, de akár nagyon szeretem ugye mai dolgokat is. Imagine Dragons, ők kedvenceim, őket nagyon szeretem, az ő zenei stílusokat, Coldplay, meg az ilyen populárisabb dolgokat. Mondhatjuk úgy, hogy elég éles kritikát kaptál a múltkori Dal 2018 adásában. Mit gondolsz, hogy mik voltak a pozitívumok, negatívumok, hogy mi az, amit máshogy gondolnál? Hogyan érted ezt meg, ezeket a kritikákat? Igazából összességében azt gondolom, hogy a világ nagyon sokszínű, és mindenkinek megvan a saját véleménye, és azt mondom, hogy így van rendjén. Viszont én annak örültem legjobban, hogy a közönség velem volt mindvégig, és általuk továbbíthattam. Viszont kaptam pozitív kritikákat is, ezeknek nagyon örülök, például az egyik zsűrtag azt mondta, hogy egy csiszolatlan gyémát vagyok, és sok munkával elérhetek akármit, amit szintén én is így gondolok. Viszont például a másik zsűrtag is megemlítette, hogy megnyíri külsőben, ez is nagyon-nagyon jól esett. És milyen terveid vannak a következő adást illetően, milyen zenei stílust fogsz majd hozni? Ki szeretném magamból hozni a 100%-ot, mert tudom, hogy ezt a dalomat, a 700 dalomat, azt egy 10-es skálán 10-esre tudom. És ezt szeretném megmutatni, hogy igenis, én különleges vagyok, és meg szeretném ezt mutatni. Értem. És milyen terveid vannak így a jövővel kapcsolatban, tehát zenei karrier, egyebek? Nagyon-nagyon szeretnék minden több dalt kiadni, mind magyarul is, angolul is, és nagyon szeretnék nagyon sok fellépést, illetve a karrieremet nagyon szeretném építeni. Emellett pedig szeretnék majd a Olaszországba is kimenni Szerenához, meg tényleg legtöbbet edzeni, sportolni, és emellett zenei, és tényleg azt megcsinálni, hogy ebből egy nagyon jó életet esetleg megalapozzak. Na hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok az eddigi sikereidhez, és további sok sikert kívánok természetesen neked. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen a beszélgetést. Szia! Szia. Fortuna, a mindennapok ritmusa. Most pedig érkezzen az a dal, amelyiket a múltkori adásban hallhattunk tőle. Got me.
a mindennapok ritmusa.